A Nemzeti Tehetségprogram keretében a Karcag és Térsége Tehetség Segítő Tanács által megvalósított projekt a digitális kompetenciafejlesztés lehetőségei a tehetséggondozás során címmel. A miniszterelnökség megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő által meghirdetett a hazai és a határon túli tehetségsegítő tanácsok, tehetségfejlesztő szervezetek támogatására a Karcagis térsége tehetségsegítő tanács pályázatot nyújtott be, NTP kötőjel, HTTS kötőjel 22, kötőjel 0009 azonosító számon a Nemzeti Tehetségprogram keretében a Madarász Imre Egyesített Óvoda irányításával. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás 2 millió 296 ezer forint. Pályázati program célja a Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács területén működő tehetséggondozói hálózat hatékony együttműködésének bővítése, a jó gyakorlatok széles körben való megismertetése, a tehetségekkel foglalkozó pedagógusok együttműködésének támogatása. A meglévő jó gyakorlatok térségi szinten történő bemutatása, bevezetésének támogatása. A tehetséggondozó szakemberek új módszerekkel ismerkednek meg, amelyeket saját mindennapi gyakorlatukba beépítenek. A tehetséggondozó pedagógusok számára szervezett Tímmunka eset megbeszélés 2023 március 28-án került megrendezésre a meglévő jó gyakorlatok megismertetésének és bevezetésének koordinálása, hét jó gyakorlat bemutatása, bevezetésének támogatása címmel. 2023. április 28-án megvalósult szakmai fórumon a Karcag és Térsége Tehetség Tanács hatókörébe tartozó tehetségpontok tagjai és a tehetséggondozás iránt érdeklődők öt településről érkeztek, akik szakmai előadásokon, konzultációkon a tehetséggondozás innovatív lehetőségeire, a digitális kompetenciák elmélyítésének lehetőségeire fókuszáltak. A partneri és támogatói hálózat bővítését segítették a megvalósult szakmai programok: a Mihály Napi Vásár hagyományőrző partneri hálózatot erősítő szakmai program, és a Színvilág családi délután partneri hálózatot erősítő szakmai program. A Térségi Tehetség Segítő Tanács honlapja a www.kttt.hu és a tehetséggondozó műhely munkát bemutató szakmai kiadványok lehetőséget teremtenek a térségben megvalósuló tehetséggondozás eredményeinek folyamatos, széles körű bemutatására, tájékoztatásra. A pályázati program eredményeként a térség tehetségpontjai, tehetséggondozást támogató intézményei, szervezetei, alkotó művészei közötti párbeszéd, együttműködés, támogatási forma tovább bővült a folyamatos fenntarthatóság a tehetséggondozás fejlesztése érdekében.